Israeli Defense Minister Yoav Gallant said Wednesday that an Israeli strike on Iran in response to its recent missile attack would be lethal and surprising. "Our attack will be lethal, precise and above all surprising. They will not understand what happened and how it happened," Gallant said. Iran fired dozens of missiles at Israel last week in an escalation of the conflict between the two countries. Israel has vowed to respond but has not outlined what this retaliation would entail. עכשיו אתם ראיתם את ההתקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הם לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים, הרציפות נשמרת, אף מטוס לא נפגע ואף חייל לא נפגע ואף אזרח לא נפגע. דיוק בנקודות השונות הוא מאוד מאוד ממוקד. היכולת לתקוף היא יכולת מאוד חזקה, וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו ייפגע וישלם מחיר. התקיפה שלנו תהיה קטלנית, מדויקת ובעיקר מפתיעה. הם לא יבינו מה קרה ואיך קרה, הם יראו את התוצאות. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán accused Western countries of hypocrisy during a speech at the European Parliament in Strasbourg on Wednesday. Orbán was making a speech about Hungary's six-month-long presidency of the European Union. Commenting on migration, he said, "The migration crisis is on a scale not seen since 2015. Illegal migration and security threats now threaten to disintegrate the Schengen area. At the same time, Europe is losing its global competitiveness." Orbán then responded to criticism regarding his country's reported ties with Russia, accusing his critics of hypocrisy. "Since the outbreak of the war, the Western countries, have bought Russian oil from Turkish or Indian refineries for $8.5 billion. And you are criticizing us? $8.5 billion. This is hypocrisy. In 2023, you Westerners bought 44% more Russian oil than a year earlier. The tax revenue of your companies that they paid into the Russian budget was $1.7 billion. And you perpetuate us with Russian friendship," he added. Ukrajnában, vagyis Európában háború dúl, súlyos konfliktusok pusztítanak és hatnak ki ránk a Közel-Keleten és Afrikában, és mindegyik konfliktus magában hordozza az eszkaláció veszélyét. A migrációs válság 2015 óta nem látott méreteket ölt, az illegális migráció és a biztonsági fenyegetések most már azzal fenyegetnek, hogy a schengeni térség szétesik. És mindeközben Európa veszít globális versenyképességéből. Álltam már itt önök előtt, másodszor mutatom be önöknek a magyar elnökség. Nem azért vagyunk tagjai az Európai Uniónak, mert olyan, amilyen, hanem azért, amilyen lehetne. És amíg úgy látjuk, hogy Európát olyanná tudjuk tenni, amilyen lehetne, amíg erre van egy fikarcnyi esély is, addig küzdeni fogunk érte. Mi a magyar elnökségben sikeres Európai Unióban vagyunk érdekeltek, és meggyőződésem szerint elnökségünk sikere az egész Európai Unió sikere lesz. Tegyük újra naggyá Európát. Köszönöm, hogy meghallgattak. A nyugati országok, önök,
A háború kitörése óta 8,5 milliárd dollár értékben vásároltak török vagy indiai finomítókból valójában orosz olajat, és bennünket kritizálnak. 8,5 milliárdért. Ez hipokrácia. 23-ban önök nyugatiak 44%-kal több orosz kőolajat vásároltak, mint egy évvel korábban. Az önök cégeinek az adóbevétel, amit befizettek Oroszország költségvetésébe, az 1,7 milliárd dollár volt. És önök vállalnak bennünket orosz barátsággal? Hát önök finanszírozzák. Az igazság az, hogy nem azért jöttem ide, hogy ezeket a tényeket az önök fejére olvassam. Eszem ágába se volt. Azért jöttem, hogy bemutassam a magyar elnökség programját. Szerettem volna elmondani, hogy baj van. Szerettem volna elmondani, tisztelt frakcióvezetők, hogy versenyképességi baj van, hogy migrációs baj van, hogy változtatni kell. És van néhány javaslata a magyar elnökségnek, amit tárgyalunk a többi kormányfővel, de szeretnénk, ha a parlament is támogatja, ezért jöttem ide. Önök pedig egy ilyen pártpolitikai összecsapást csináltak ebből a találkozót. Mélyen sajnálom. De nem fogok adós maradni önöknek. Egyikőjüknek se. Ha megtámadnak bennünket, meg fogom védeni a hazámat. Köszönöm szépen. All right, let's continue.